Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban pedig itt van már Magyar Péter, a Talpra Magyar Mozgalom vezetője. Most így mutatom be. Mikor mutathatom be új titulussal? Mondjuk, hogy valamelyik pártnak az elnöke vagy epélista vezetője? Jó estét szerkesztőszerűen. Talpra Magyarok közössége, nem mozgalom. Mindennek rendelt ideje van szerintem, hamarosan meg lesz a pártbejelentés, és azt követően nyilván egy pár napra rá az elpülistenkat is be fogjuk jelenteni. De időpontot tud-e már, vagy miért nem mondta meg most szombaton? Azért kérdezem, mert körülbelül két hete azt mondta, hogy egy pár nap és bejelenti. Azért, mert ismerem, hogy hogyan működik a, a propaganda, minden nap, minden órában megtapasztalom, és szerintem elég, hogyha egy pár hetet hagyunk nekik, hogy megpróbálják lejáratni azokat az embereket, meg azt a pártot, amelyeket választottam, és amik akiket választani fogunk. Bőven elegendő lesz nekünk egy-két nap arra, hogy összegyűjtsük a szükséges 20 ezer aláírást az induláshoz, úgyhogy legkevesebb időt szeretném hagyni nekik. Ez lehetséges, hogy június 9 -e előtt pár héttel fogja bejelenteni? Ugye két, hónap, hát hát nincs szabott, olyan nagyon sok idő, két hónap van. Itt szabott időpontok vannak, hogy időszakok ugye május, nem április 20-ától május 4-ig lehet gyűjteni az ajánlásokat. Május 3-áig lehet bejelenteni egyébként a listát. Nyilván aki május 3 jelenti be, az már valószínűleg nem fogja tudni összegyűjteni másnapra az aláírásokat, úgyhogy nyilván itt a április 20 és május 4 között kell valamikor legkésőbb bejelenteni a listát. Ja, tehát nem árulja el, de megvan a párt, akkor úgy kérdezem. Több párt is van. Tehát több párttal is tárgyal, de még akkor nem döntött, vagy nem döntöttek? Döntöttem, csak van egy sorrend. És akkor mi múlik, a, hogy kit választ tulajdonképpen? Megvan a sorrend. Csak ugye készülünk B és C opcióval, ha adott esetben már jutottunk esetleg Oroszország szintjére, ahol ugye az egyik elnök jelöltet, administratív okokkal akadályozták meg az, a, a, abban, hogy elinduljon az elnök választáson hiába gyűjtött össze több százezer aláírást. Nagyon remélem, hogy 2024-ben az Európai Unióban nem jutottunk el idáig, de az ördög nem alszik, úgyhogy szárazon tartjuk a puskaport. Vannak pártok, van egy sorrend, és időben be fogom őket jelenteni. Világos tüntetés majdnem mindegyik tüntetés után kötelező a számháború. Most nem is számháborúzásra kérem, mert láthatóan rengetegen voltak, nagyon rég volt ekkor a tüntetés, de ön azt mondta az rtl szombaton, hogy a rendőrség előzetes besései szerint a tüntetésen 250-300 vettek részt. A rendőrség viszont cáfolta ezt, az RTL megkereste a rendőrséget, és azt mondták, hogy nem adtak a szervezőknek ilyen információt, meg nem is szoktak. Akkor ez az információ honnan volt önnek? Hagyj kezdjem azzal, hogy örülök, hogy ön szerint azon nem kell hogy rengetegen voltak a 100 milliárdból fenntartott közmédia és a propaganda egyéb sajtótermékei szerint 25 ezeren voltak. Tehát még arra se vigyáznak, hogy egyébként valami hihető sztorit hazudjanak, mondjuk 80 ezeret vagy 100 ezeret. Ők egészen azt mondták, hogy 25 ezeret és ilyen üres tereket mutattak. Mondjuk a TV2 vitte a Primet egyébként, amelyik ugye az egyik legnézettebb hírműsor a tények esténként, és Aznap be se számolt egy, egy másodpercben sem az utóbbi évek legnagyobb politikai demonstrációjáról, vasárnap pedig valami anyagot hozott le, hogy mennyibe került a hangosítás. A kérdésére válaszul, ugye a rendőrség folyamatosan becsül, már az, a rendezvények előtt elkezdik a becslést, hiszen azok alapján tudják összeállítani a szükséges rendőri létszámot, nagyon szorosan követik a közösségi médiát és a visszajelzéseket, és a helyszínen is folyamatosan becsülnek, folyamatosan fönt vannak a rendőrségnek a drónjai, most is fönt voltak, már a és a is, hiszen hogyha sokkal többen jönnek el, mint az előzetesen bejelentett létszám, akkor extra rendőrjelöket kell oda rendelni. Én egy alacsonyabb létszámot jelentettem egyébként be, ezt tanácsolta a rendőrség, azt hiszem 20 vagy 30 ezer. Akkor ön beszélt a rendőrséggel, mert ők ezt Folyamatosan beszéltünk a rendőrséggel, és amikor a kosutére ért a tömeg, amikor összeért ugye a kosutéren várakozott tömeg és a és a Deák térről induló menet, akkor jelezték a biztosítás parancsnokai, hogy ők 250 ezer körülire teszik a, a létszámot, de nyilván ez nem egy hivatalos becslés, hiszen a rendőrség azt mondta, 2014-ben adott ki valamelyik békemeneten egy hivatalos becslést, és hát ebből elég politikai polémia van mindig mindenkit egy cáfolja attól függően, hogy melyik oldalán áll a térfélnek, úgyhogy a nyilván ki akar maradni. Tehát hivatalos becslést nyilván nem fog kiadni. A, Tehát rendőrség... a budapesti rendőrfőkapitányság őket keresték meg, nem adott hivatalos beslés, hanem ott kapott. Tehát a helyszínen a nyilván a helyszínen. az hogy a reggeltől egyeztettünk a rendőrséggel folyamatosan, már csak azért sem fognak kiadni nyilvánvalóan, hiszen nagyon kínos lenne a kormánynak azt belátni, hogy az utóbbi évek legnagyobb tüntetése volt. Mi egyébként a drónfelvételek alapján jóval többre 300 ezer fölélőjükbe a tüntetők számát, de valóban semmi jelentősége nincs. A legnagyobb béke számát idézte, ennek sincs jelentősége rengetegen voltak. Azt írtam ma reggel a facebook Facebookján, hogy pánik van a Karmelitában, vészforgató könyvek készülnek, miért gondolja, hogy pánik van? Vagy mert, honnan tudja, hogy mert pánik tudom. van? Honnan mert tudjon? tudom, mert vannak még régi barátaim, egész magas szinten, nem akarom stresszelni a miniszterelnök urat, meg egyébként ott a környezetét, de a legközvetlenebb környezetéből kapok információkat, akik még most ott dolgoznak, és a korábbi munkatársai is adnak nekem információkat. Kormánytagok vagy kormányzatok? Nem kormánytagok, nem kormánytagok. Egész vasárnap üléseztek a Karmelitában, és különböző forgatókönyveket dolgoztak ki. Ugye ez az egyik narratíve, hogy Magyar Péter és a, és a közössége és az új pártja az egyébként a Fidesz szavazókat nem érinti. Ugye ezt próbálják különböző kutatókkal ilyen Fidesz közeli nézőpont intézet és hasonló el elhitetni az emberekkel. Nem csak a Fidesz közeli, ahogy mondja, nézőponttal, a hétvégén a Republikonnak is volt egy kutatás, és ott is azt mondják, hogy igazából inkább az ellenzéki oldalra jelent atombombát hogy így fogalmazok, mint a, mint a Fidesz oldalára. Az, beszél, az, az igazság, de nem annyit. Az az igazság, hogy akkor azt javaslom annak a környezetkutatónak, aki ezt a saját adatait próbálja megértelmezni, hiszen a Republikon is azt mondta, hogy 30% körüli bizonytalan jelenik meg Magyar Péter közösségénél. Na most ezek azok a bizonytalanok, akik még két hónapja a Fidesz szavazói voltak, az utóbbi két hónapban a Republikona számai több mint 600 ezer szavazót veszített el a Fidesz. Ezek nyilvánvalóan először a bizonytalanokhoz mennek, és ennek egy jelentős része egyébként átjött hozzánk, úgyhogy még pártunk sincs. De elég csak abba belegondolni, hogy ha igaz lenne ez a narratíve, hogy Magyar Péter egyébként baloldal és baloldali szavazókat tud megszólítani, akkor nem költene a kormánypropaganda naponta 50-100 millió forintokat az lejáratásomra. akkor karbatett kézzel Hátradőlne Orbán Viktor, és kérne egy kávét. Na most ehhez képest az összes propaganda termékben naponta 10-20 cikk jelenik meg, amiken én egyébként nagyra jobban szórakozom, mert egyre lejjebb a színvonal, egyre viccesebb. Ma ugye már a napszemet vette elő a Fidesz új nagyágyúja, a kommunikációs igazgatója, mendszer Tamás, aki egyébként eddig még külügyi államtitkár volt, úgyhogy azt hiszem semmilyen nyelven, de angolul biztos egy szót sem beszél. Szerintem itt most jobb helyen lesz. Visszatérve a tüntetésre, egyébként pont Kunhalmi Ágnes szavait idézte, hogy kér egy kávét a miniszterelnök, az MSZP társelnöke üzentőnnek a Facebook oldalán, meg egyébként Gyurcsány Ferenc is a nem, követem, tüntetésre nem követem, Ágnes. Azt mondja hogy Orbán még mindig hátradőlve kávézik, mert a Fidesz tábora egységes lényegében meg sem érinti az, ami történik. Ön tegnap azt mondta, már mint szombaton, hogy tiszteletben kell tartani a baloldalt, ő tiszteletben tartja az önnyilvánosságban vívott harcát a jobb oldalon. Egy dolgot azonban tisztán látni kell, legkésőbb 26-ban a jelenlegi választójogi törvény miatt koalíciós kényszer lesz, és van, ha valaki, akkor ezt ön pontosan tudja. Hagy kezdjem az elején, tehát nem ugyanazt mondtuk, mint Munha Mángás, még pont A kávéra gondolt. De én pont azt mondtam, hogy ha így lenne, akkor kávét kérne a miniszterelnök, de nyilvánvalóan nincs így. Tezen ezen a tüntetésen én ott körülbelül ezer emberrel tudtam találkozni, amikor vonultam és próbáltak velem, vagy én próbáltam az emberekkel beszélni. Ott az embereknek ott körülbelül az egyharmada mondta azt nekem, hogy egyébként Fideszre szavazunk még 2022 be is, és ez az általános arány egyébként az üzenetekből, amiket kapunk, hogy körülbelül egyharmad. és kicsit több, lesz le lehet és kicsit több, mint tehát egy. hogyha és megnézi, bocsánat, 2020 2022-ben több mint 3 millióan szavaztak a Fideszre, 18-ban 2 millió, 4 vagy 600 ezer, 14-ben még kevesebb. És jelenleg hány szavazójuk van a felmérések szerint? Kevesebb, mint 2 millió. Eltűnt 1,1, 1,2 millió. Hát Fidesz a, a felmérés, azért nem a republikonnál legalábbis, amit én láttam. 2 millió ott alatt vannak. Ö... Jelenleg szerkesztő az, hogy jelenleg olyan állapotban van a Fidesz és a NER, olyan szinten repet meg, hogy a bázis, a törzs szavazóikat próbálják megvédeni, azért baloldaliznak engem mindenféle aljas, és nevetséges rágalmak a hazugságokkal, amik cáfolni sem érdemes. Olyan tehát ön azt mondja, hogy nem menton. lesz koalíciós kényszer. Erre is válaszolok, tehát a törzs másfél millió szavazó bázisát védi a Fidesz, és egyébként ugyanis a demokratikus koalíció is, hiszen ők is megijedtek. Azon a tüntetésen, amin voltak, mindenféle ember volt. Rengeteg olyan ember, aki soha nem szavazott, vagy 10-15 éve nem szavazott. Jelenleg szinte nincs ellenzék, ha körbenézünk hónapok óta. Korábban 14 évig sem nagyon volt, de most nincs. És az emberek elhitték. Egy olyan szintű változás történt. Én eddig is optimista voltam ezt a harcot illetően, meg a kimenetelt illetően, de a múlt héten történt egy olyan változás. Köszönhető egyébként a, annak az aljas lejárató kampánynak, amit folytatnak hazug, mindenféle ponton hazuk kampánynak több ezer ember jelezte egyébként nekünk, hogy csak azért jön ki a tüntetésre. Egyébként nem jött volna ki, mert nem ért velünk mindenben egyet, de olyan szintet ütött a rogáni propaganda, olyan szinten volt kontraproduktív. Tehát egy olyan változás van a közhangulatban, szerintem a legújabb kutatások ezt ki fogják mutatni, hogy én én nem szeretnék koalíciós kényszerről beszélni. Én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk. Tehát feladatunk, szerint nem lesz koalíciós nekünk az, a feladatunk, el. nekünk az a feladatunk, hogy az emberek elhiggyék azt először is most, június 9-én, hogy talán a mi mozgalmunk, a mi közösségünk alkalmasabb az Unióban a magyar emberek képviseletére, mint például a Tamás aki a negyedik ciklusát tölti, vagy Gyürk András, aki az ötödik ciklusát tölti. Senki nem tudja róla, hogy ők kicsodák Brüsszelben. Mr. Nobody-nak hívják Gyürk aki az ötödik ciklusát tölti. De, két bocsánat, mitől fogják elhinni, a... hogy van, ön, teh... vagy ön mögött lesznek olyan képviselők, vagy képviselőjelöltek, akik jobban képviselik majd az országot, mint akár most a Fideszes EP képviselők, vagy akár az ellenzéki képviselők? Ha cinikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy Dajs Tamáshoz képest és Gyürk képest jobban képviselni, nem egy nagy feladat. Ugye meg, megemlítettem ott a beszédemben is, és, és korábban is, most, amikor innen ki fogok menni, fogom élesíteni azt a Facebook posztot, és kerül ki a honlapunkra, ha minden igaz, az a pályázati rendszer, amelyben hívunk minden magyar állampolgárt, hazait és külhoni magyart is, hogy pályázzon, és a bármilyen szakterületen egyébként olyan végzettsége van, vagy olyan elhivatottsága és víziója Magyarországgal kapcsolatban és az uniós kapcsolatok a viszonylatában, és képesnek és hajlandónak érzi magát arra, hogy Brüsszelben, Strasbourgban képviselje a magyar embereket, akkor adja be a pályázatát, nagyon rövid határidő lesz, hiszen minket is szorít a határidő. De akkor őnek még nincsenek jelöltjeink? De most vannak jelöltjeink. Nem? Hány vannak, jelöltje? Van? Vannak jelöltjeink, négy-öt biztos jelöltünk van, nem fogunk túl sok jelöltet beadni, nem fogunk 21-et beadni, mint a Fidesz, mert tudjuk, hogy nem fogunk 21 képviselőhelyet kapni, tehát a szavazatok 100%-át nem fogjuk elvinni, de több, kettő jelöltet mindenképpen ilyen civil módon szeretnénk kiválasztani, mi szerintem egy nagyon nagy újdonság Magyarországon. Franciaországban volt erre például, már Macron például szinte az összes képviselőt így választotta ki, és nyerte meg 75%-kal egyébként a nemzetgyűlési választásokat, és nyilván lesznek egyébként olyan jelöltjeink, akik a, akiket mi választunk, a közösség, és azok, a, akik egyébként nagyon jó szakemberek beszélnek három-négy nyelven, Többen egyébként, mint az egész Fidesz-LP frakció összes. Programja, vagy programjuk mikor lesz? Mikor tudjuk meg, hogy mit jelent az, hogy nem támogatja a föderációs Európát? Mikor tudjuk Azzal meg, mit hogy kell az euró bevezetése? Bocsánat, azon mit kell elmagyarázni, hogy nem Nagyon sok a... részletkérdés van ezzel kapcsolatban. Például Értem. be kell -e vezetni az eurót, melyik mm. pár családba ülnének le. Tehát mikor lesz mondjuk program? Én azt gondolom, hogy az András Júton elmondott 12 pontom az már 12 ponttal több, mint ami a Fidesz programja, hiszen ők 10-14 éve azzal kampányolnak, hogy folytatjuk, és egy árva szót nem vonanak semmiről, csak arról, hogy azt mondják, hogy dollárbar oldal, soros háború, hagy mondjam azt, hogy egyébként, mert a Magyar Péter megjelent, azóta megszűnt a háború, azóta Soros György szabadságra ment. Brüsszel se támadja már a hazánkat. Tehát ugye egészen vicces performanszot ad elő egyébként a Fidesz kommunikáció, de kérdésére válaszol. A program, mert ugye a program a 12 pont, amit említett, arra egyébként nagyon sokan azt mondták, meg, lehet nézni, hogy ez az ellenzék is megígérte külön-külön, vagy összesen, vagy az összefogás ezeket a programokat. EP program lesz -e külön? Én azt gondolom, hogy volt egy 12 pont az András úton, most uh, hatodikán próbáltam egy rövid EU-s programot adni, ott azt hiszem 6 vagy 7 pontot mondtam el, ez már sokkal egyébként részletesebb, mint a Fideszé. És azt is elmondtam őszintén, hogy ebben, a, ebben az uniós programban, a Magyarország és az Unió kapcsolatában én egy kicsit közelebb állok a Fidesz által képviselt programhoz. Nyilván ők nem vezetnék be az Európai ügyességet, tehát ez például az ellenzékhez közelebb álló program, de amit ön is említett, ez a föderális Európának az elutasítása. Én dolgoztam ki Brüsszelben 8 évet diplomataként, Pontosan tudom, hogy van annak alapja, hogy kettős mérce van az új, idézőben új 20 éves tagállamokkal szemben, és a nagy tagállamok próbálnak mindent elkövetni, hogy a kisebbek ne tudják a gazdasági és egyéb érdekeiket képviselni, elérni. Nagyon fontosnak tartom azt, és ebben szintén benne van a Fidesz programjában, hogy egy erős, szuverén Magyarország legyen, és erős tagállamokra épüljön egyébként az Unió. Tehát ne az legyen, mint amelyiként franciáknál meg sok országban most divatos szlogán, hogy építsünk egy ilyen nagy szuper európai államot. Akkor a mostani bizottsági elnököt sem támogatná? ne? Lyon-t? Én nem hiszem, hogy ebbe az irányba megy, tehát azért nagyon ügyesen lavírozik, nyilván azért a néppártból jön, és neki koalíciót kell kötni, ugye kompromisszót kell kötni, mert a liberálisokkal van együtt, és a szocialistákkal van a családban gondolkodik már? Igen, én, én, ugye a párt még nem döntött erről, de én mindenképpen a néppártba szeretnék beülni, ha lesznek képviselők. No, azt mondta visszatérve a szombati beszédre, hogy sokan kérdezik öntől, hogy van-e még atombombája, ezt kérik számon. Ő meg azt mondja erre, hogy az atombomba mi vagyunk, a magyar nép. Ön azt mondja, hogy ön csak egy szikra, ami indítja a motort. Sokan azt várták, meg, hogy egy bomba, ami elsöpri a kormányt, mert hogy azt ígérte, hogy kijön egy hangfelvétellel, estére le kellene mondani Orbán Viktornak, Rogán Antalnak mm. és a kormánynak, illetve az ügyészségről kijövve azt is mondta, hogy van még felvétele. Hú. Továbbra is, továbbra is azt gondolom, hogy le kellene mondani, de ugye ez egy feltételes mód. Ugye ma volt egy performance a Polt Péter legfőbb ügyésznek, volt Fidesz alapítótagnak az országgyűlésben, ahol egészen vicces megállapításokat tett, azt sem zavart, hogy egyébként több százezer ember követelte a lemondását, azt mondta, hogy neki igazából nem ilyen kívánságokat kell teljesíteni, és megismételte azt az egészen extrém ügyészségi szóvivői állítást, hogy ez nem történhetett úgy meg, tehát nem húztak ki a nyomozott iratokból egyébként semmit, tehát nem történhetett az meg, amit a regnáló igazságügyminiszter egyébként elmondott teljes bizonyossággal. Én továbbra is azt szeretném kérni az ügyészségtől és a legfőbb ügyész úrtól, és hogy ha már egyébként nem mond le, legalább arra figyeljen, hogy amíg a nyomozás zajlik, és még nem hallgatták meg tanúként a többi kormánytagot és a miniszterelnököt, ne előlegezze meg a nyomozásnak az eredményét. Tehát ne mondjon olyanokat, hogy valami nem lehetséges, főleg akkor, ne, hogyha volt igazság, ugye akkor igazságügyminiszter ezt állította, aki valószínűleg nem a saját kútfejéből vette ezt az információt, hanem esetleg pont Rogán Antaltól, vagy a miniszterelnöktől. De most a hangfelvételről kérdeztem, azt mondta, hogy van olyan hangfelvétele, ahol kormánytaggal is beszélget. Miért nem hozza nyilvánosságra? Azt mondtam, hogy lehet, hogy van, és továbbra is tartom azt, mert mi azt mondta, idézett, hogy van, idézett, idézett a beszédemből, és továbbra is azt tartom, hogy az igazi atombomba az a magyar nép és ezt pontosan bebizonyítottuk most április 6-án, és azt gondolom, hogy ezt a Fidesz is pontosan tudja. Amíg Polt Péternek hívják Magyarországon a legfőbb ügyészt, amíg ugyanazok a helyettesei, akik most a helyettesei, addig robbanthatunk hidrogénbombákat, olyan bombákat, amelyektől egy percen belül mondaná egy normális három országban. És három héttel ezelőtt is tudta, és amikor az ügyészségről kijött, akkor én direkt meghallgattam, azt mondta, hogy készült olyan felvétel, amin kormánytaggal beszélt. Miért nem hozta nyilvánosságra? Nem hoztam nyilvánosságra ilyen beszélgetést, amin kormánytaggal beszélt. Én úgy emlékszem, hogy egy egész konkrét két perces beszélgetést nyilvánosságra hoztam, amin kormánytaggal beszélt. Nem erre azt a nyilvánosságra a Vargajudittal történt a hangfelvétel. Volt, után mondta, hogy van olyan, ahol kormánytaggal beszélt. És azt, mondtam, és azt, mondtam, hogy másik kormánytaggal? Ja, tehát Varga Juditra gondolt, hogy van még nem, egy felvétele? Nem tartom, szerkesztő hogy nem tartom, ennek, ennek semmi jelentősége nincsen jelenleg. Én azt gondolom, De az hogy vár, a 30... több ember öntől, hogy ígérte, hogy hoz én még azt gondolom, Én, az, én azt gondolom, hogy nem Magyar Pétertől kell elvárni, hogy bedöntse az egész hatalmi elitet egyedül azt gondolom, hogy nem tőlem kellene, nem a kormánytagoktól kellene elvárni, és minden nap kérdezni őket, ha nem ide nem jönnek be, akkor a munkahelyükön, hogy egyébként miért nem mentek be tanúskodni, tudnék neveket mondani, de szerintem önök is tudnak, miért nem mentek be még tanúskodni, miért nem hozzák nyilvánosságra ezeket az információkat. Amiket én tudok, az csak a jéghegy csúcsa. Amiről nekem felvételeim vannak, az csak a jéghegy csúcsa. Annál nálunk otthon is sokkal több elhangzott, de gondolom az irodákban még még több elhangzott. Én azt gondolom, hogy annak van jelentősége, hogy az utóbbi, lehet, hogy tíz év legnagyobb politikai demonstrációja van. Az utóbbi 37 legnagyobb erkölcsi, jogi, politikai és egyébként gazdasági válsága van Magyarországa, Magyarországon elege van az embereknek, és szerintem legkésőbb június 9-én ez nyilvánvaló lesz a Karmelitának is, a miniszterelnöknek is, Rogán Antallnak is, és a kutatóknak is, hogy egyébként kik és hogyan szavaznak erre az új mozgalomra. Jó, lejárt az időnk sajnos, de vannak még felvételei, de nem hozza nyilvánosságra őket, mert nem ez a lényeg, tulajdonképpen ezt mondta, hogy nem ez a fontos, hanem Mindennek június rendelt ideje van, szerkesztő tehát június 9-ig hoz még nyilvánosságra felvételt, vagy nem hoz? Mindennek rendelt ideje van. Akkor nem válaszol erre a kérdésre. Egy igent, vagy egy nemet kérek, Dajs Tamás vitára hívta, elfogadta Róna Péter, elfogadta Vona Gábor, Dobrev Klára is vitáznak, tehát az EP lista vezetők vitáznának. Ön azt mondja, hogy nem vitázik dajstamással Tamással, akkor sem, hogyha az összes EP lista vezető ebben így ilyen formában Nem tudok van. igen vagy nemet mondani, mert nem a történet elején kezdte szerkesztő, hogy én kihívtam vitára Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort, mint pártelnököket, azok, a akiket felsorolt, azok nem pártelnökök. Én nem az uborka görbületéről Még szeretnék. Sem pártelnök. Én nem az uborka, pár belül az leszek, én nem az uborka görbületéről szeretnék vitatkozni, és ilyen alacsony rendű uniós jogszabályokkal, főleg nem Dajcs Tamással, aki szerintem szinte nem is járt benne az EP-be az utóbbi 15 évben, hanem a hazánk sorsáról, és arról, hogy vajon milyen összefő, összefonódás van a demokratikus koalíció és a Fidesz között, vajon miért nem teljesítette a Fidesz a legfőbb ígéretét, hogy elszámoltatja Gyurcsány Ferencet és a demokratikus koalíciót. Erre külön külön nem a demokrat, nem volt DK, csak MSZP, erre külön kormánybiztost kinevezte, két évig kapta kormánybiztosként a fizetését, az a Budai Gyula, aki most szintén külügyi államtitkár nulla nyelvtudással, egyetlen egy olyan ügyet nem hozott nyilvánosságra, vagy bit bíróság elé, ami konkrét bűncselekményről szólt volna. Azt kell tudni mindenkinek, hogy ebben az országban Orbán Viktor mindig Gyurcsány Ferencsel szeretne választásokon szerepelni, hiszen őt mindig kétharmaddal fog legy fogja legyőzni. Én és kérdeztem, az embereknek... a pont a múltkor kérdeztem önt arról, hogy elszámoltat e Azt mondta, hogy nem szereti ezt a szót sem. Én nem mondtam soha ilyet, hogy elszámoltatás, sem kell László nem leszek, sem Budai Gyula. Nálunk lesz egy működő ügyészség, polt Péter nélkül, és be fognak dőlni a dominók, és az ügyészség el fogja végezni a munkát. Tehát a vezetőkkel nem vitázik. Meglátjuk. Én szeretném, hogyha a miniszterelnök úr és egyéb. Nyilván a DK már válaszolt, legalább válaszra mehetett azt a több százezer vagy millió embert, aki mögöttünk áll most. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.